A már hagyománnyá vált felvonulással kezdődött a civilek ünnepe szombaton. A helyi társadalmi szervezetek tagjai a dobótérről a civil közösségek házába sétáltak. Színes volt a társaság, többen az egyesületükre jellemző viseletben vonultak. A megnyitó ünnepségen a szervezők nevében az egri civil kerekasztal soros elnöke köszöntötte a vendégeket. Katona Ildikó beszédében kiemelte, a 19. alkalommal megrendezett ünnep fő célja, hogy a helyi civilek bemutassák sokszínű és hasznos szolgáltatásaikat az egriek és a városba látogató turisták számára. Ez az ünnep arról szól, hogy várjuk az Eger lakosságát, hogy még jobban meg tudjanak minket ismerni, azokat a civil szervezeteket, akik Egerben dolgoznak és tevékenykednek az év minden napján, és dolgoznak Eger lakosságáért, és ez tényleg az összes területet felkarolja a civilség, egészen a szabadidős programoktól, a fogyatékkal élők helyzetével kapcsolatosan minden területen azért dolgozunk, hogy Eger város lakossága még több pluszt kapjon, még több plusz programot. Farkas Attila alpolgármester megköszönte az egri civil hálózat több évtizedes munkáját, mint fogalmazott, fontos szerepük van a város életében, összefogásuk, közösségteremtő erejük és kitartásuk példaértékű. Az elmúlt 30 év alatt egy nagy fejlődésen ment keresztül a hálózat, melynek eredményeként egy nagyon jó közösség alakult ki Egerben, egy olyan közösség, ami országosan is példaértékű. Átadták a ProAgria civil szakmai díjat, melyet idén Farkasné Juhász Margit vehetett át, aki a méltatás szerint kiváló munkájával és odaadásával járul hozzá az egri civil fórum és kerekasztal fejlődéséhez, és rengeteg feladatot vállal a közösség érdekében. Tudom azt, hogy együtt tehetünk egymásért, és igazából amikor azt érezhetjük, hogy az együtt, az tudatosan együtt, és egy picit háttérbe szorítjuk magunkat, háttérbe szorítjuk az egyén érdekeket, akkor az valahogy felemelő, és azt gondolom, hogy az a civilek életében, Egerben az elmúlt lassan 30 év azt jelentette, hogy fejlődtünk, alakultunk, és most már képesek vagyunk a nagy egészért tenni. Átadták a 10. alkalommal megrendezett Eger a mi városunk vetélkedő díjait is. Az első helyen a Dobó Katica nyugdíjas szervezet végzett. Ezt követően mintegy 23 színpadi produkciót láthattak az érdeklődők, a fellépők között volt kórus és néptánc csoport is. Selfie is készült a közösségi kertben, a civil közösségek házának udvarán számos társadalmi szervezet mutatkozott be. Az Életve Környezetvédő Szövetség környezetvédelmi foglalkozással várta az érdeklődőket, akik őshonos Kárpát-medencei facsemetéket kaptak ajándékba. A gyermekek ökokézműves termékeket és rovarszállást is készíthettek. Az ünnepen hirdették ki, hogy a Környezetvédelmi Egyesület, amely a civilház fenntartója, egy pályázatnak köszönhetően tovább bővítheti a kertet, amely igazi közösségi térré alakult. Egy kereskedelmi láncnak a pályázatán nyertünk 800 000 forintot, és ezt a civil közösségek házára pályáztuk. Itt szeretnénk az udvarban készíteni egy nagy filagóriát, ami alatt azért jó pár civil elfér majd, és egy közösségi sütögetőt, valószínűleg kemencét, de lehet, hogy kemence és grill. Ezt teljesen önkéntes munkába szeretnénk végezni. Eger civil ünnepén mintegy 40 helyi társadalmi szervezet mutatkozott be, az érdeklődők sokszínű szolgáltatások közül választhattak, különböző szűrőprogramokban vehettek részt, a gyermekeket kézműves foglalkozások és érzékenyítő programok várták. A kiállító szervezetek között volt egészségügyi, szabadidős és sportegyesület, és külön figyelmet szenteltek a rendezvényen a speciális szükségletű sorstársakra is.